tudnak semmit csinálni ezzel a taxissal, aki 25 ropira le akarta húzni a külföldiek? Miért nem tudnak valamit csinálni? Hát nincs engedélye. Yeah. Ő nem létezik, csak van egy sárga kocsi, aki van rá téve egy taxi, rá volt írva egy tarifa. Lehúzta a csávót, elvette a pénzét, megverte, otthagyta. És mondta a BKK, hogy túl jól csinálta az ipse. Most bemegyünk a Marek József utcába, a 7. kerületbe, és csekkoljuk, hogy milyen a régi lakásunk. Meg a lakás nem, csak az utca. Ahonnan jöttünk. 3 éve, hogy együtt vagyunk. Decemberben lesz 3 éve, hogy összeköltöztünk. Tehát, és mikor költöztünk el? 1,5 évet legalább ott laktunk szerintem. Én meg vagy legalább 3-at. Ez szerintem tök romantikus dolog, hogy mindig, amikor erre járunk, akkor csekkoljuk, hogy honnan, hova jutottunk. Szerintem cukék vagyunk. Nem erről van szó? Igen, cukék vagyunk. Fönn a 3-on. Itt, balra. Aha. Mi mindig itt laknak a bácsi meg a némi? Az üzletenségben. Na, de kisbolt is megvan. Hát, hogy nem felháborító árak vannak itt ahhoz képest, amilyen a minőség. Csak azért, mert családát kértem fél adagban, amit nálunk, az irodánál, a belvárosban simán beleszámolnak ingyen. És miért nem jövünk ide többet? Olyan palettárok vannak, hogy előttem volt egy csávú, aki mindegyikükkel részleteiben beszélte meg, hogy milyen ide a tömegközlekedés. Romlott a szeme, ezért ő most igaziból ezt víznek látja, ezt a főzeléket, ez most nem érdekel, barátom, nincsen, láthatóan senki nincs, és ide jön beszélgetni.